folyó táncol. Ha-hó, pokolyó! Ha-hó, pátó! Ha-hó! Szerinted mi ez, pokolyó? Csíha, micsoda meglepetés! Ne félj tőle, pátó! Ez mókás! Nézd csak, pokolyó megnyom egy másik gombot! Sárga bögre, görbe bögre. Két kis kék pap, két képet kap. Sárga bögre, görbe bögre. Ugye milyen érdekes? Beszél és zenél is. Tudod, mi ez, pokolyó? Pátó? Meg tudjátok mondani pokolyónak, hogy mi ez? Rádió! Ez egy rádió! Úgy bizony! Ez egy rádió! Rádió! Ügyes vagy, pátó, hogy te milyen jól riszálsz. Úgy látom, pokolyó is szeretné megpróbálni. Pokolyó táncol! Eli is megjött. Eli táncol. Gyönyörűen táncolsz, Eli. Pokolyó táncol. Mi baj van, pokolyó? Nem akarsz táncolni? Hát akkor táncolj! Mi baj? Hogy nem tudsz úgy táncolni, mint pátó? És úgy sem, mint Eli? Ez a baj! Jó, te nem úgy mozogsz, mint pátó és Eli. De ismerek valakit, aki pontosan ugyanúgy táncol, mint te. Tudod, ki az? Pokolyó! Kérlek szépen, mutasd be a pokolyó táncot!
Ti kíváncsiak vagytok a pokolyó táncra? Mondjátok meg neki, hogy táncoljon. Gyerekek, kérjétek meg pokolyót, hogy táncoljon. Kérlek, táncolj, pokolyó! Úgy szeretnénk. Jaj, de jó! És most táncoljunk mindannyian! Álljon fel mindenki! Táncoljunk! Ó, sokféleképpen lehet ám táncolni. Mindenki megpróbálhatja. Éljen a tánc, és éljen pokolyó! Pápa, nem sokára találkozunk. Színek háza. Hallihó, Eli. Mit csinálsz? Festesz. Hát persze, rózsaszínre fested a házat. Szép szín. Igen, nagyon szép. Vagyis úgy értem, hogy a legszebb szín széles e világon. Hallihó, pokolyó. Ha-hó, pátó. Ha-hó. Elinek még sok festeni valója van. Jól jönne neki egy kis segítség. Festek! Azt hiszem, boldog lenne, ha segítenétek. Festek! Hát, Eli, ez a ház tényleg nagyon rózsaszín lett. Mi az? Tessék, egy vödör szép rózsaszín festék. Pato, attól tartok, Elinek nem tetszik ez a szín. Eli ragaszkodik hozzá, hogy rózsaszínre festd a házat. Nem, kék! Pátó téged festett a falra. De Eli, azért nem olyan szörnyű, ha más színt is használsz. Festek!
Rózsaszín tető elé. De pókolyó! Jaj ne! Pátó! Gyerekek! Azt hiszem most már... Nyugalom, gyerekek! Várjatok egy percet! Ha nem békültök ki, sosem oldjátok meg a dolgot! Micsoda felfordulás! Jó ötlet, Eli! Mindenki lefest egy részt! Ha-ha-ha! Csodálatos! Festek! Ez az! Így tényleg gyönyörű lett a ház! Hamarosan találkozunk. Pá, pá! Pokolyó! Rajzold le! Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Hű, mit csinálsz? Ez csodálatos, Pokolyó! Meg tudja mondani valaki, hogy mit rajzolt Pokolyó? Egy halat! Egy halacskát rajzolt! Úgy bizony, ez egy halacska. Egy zöld hal. Méghozzá csodaszép zöld hal. Mire gondolsz most, Pokolyó? Még rajzolok! Tudom már. Rajzolj valami szép lakóhelyet a halacskának. Ha-ho, Pato! Láttad, mit rajzolt Pokolyó? Mi baj van, Pato? Nézzétek! Látja valaki, hogy hol van most a halacska? Fenn az égen! Úgy bizony! Ez egy égi halacska! Csuda élénk a képzeletet, Pokolyó! Szerintem Pátó még nem látott olyan halat, ami az égen úszkál. Ez nyilván egy madárhalacska. Madalacska. Vagy halacska madár. Vagy haladár. Na jó, mindegy. És most mit rajzolsz, Pokolyó? Tű, egy gyönyörű kék halat. Ez igazán szép, Pokolyó. Ohoho, na vajon ki lehet ez? Eli!
Eli, szerintem Pokolyó szeretne meglepni. Tadá! Hohohoho! Nézzétek csak! Látja valaki, hogy ez a hal meg hol él? A fákon! Bizony, ez is egy fantáziadús alkotás, Pokolyó. Nézzétek, hogy himbálózik ez a hal. Ugrál ágról ágra. Ajjaj, szerintem Eli még sosem látott olyan halat, ami az erdőben él. Még egyet csinálok. Rajzolsz még egy képet, Pokolyó? Kíváncsi vagyok, az mit ábrázol majd. De jó móka! Tű, micsoda káprázatos piros hal! Vajon a piros hal hol él? Tűha! Nézzétek! Látja valaki, hol él ez a gyönyörű piros hal? A tengerben! Úgy bizony! A vízben! A tengerben! Hát igen, ezen a rajzon az látható, hogy igazából hol élnek a halak. Amint szerintem Pokolyó azt akarja mondani, hogy ezeket a képeket nektek rajzolt a Pátó is Eli. Tudjátok, mit gondolok? Az a legjobb játék, amiben a képzeletünket is használjuk. Mi ez? Ajándék mindannyiunknak. Nagyon szépen köszönjük, Pokolyó. Ez csodálatos. Éljen Pokolyó és a gyönyörű rajzai! Pápá, nem sokára találkozunk! Pokolyó! Fess nekem egy képet! Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Várjunk csak! Most festesz egy képet? Ez csodálatos! De mondd, Pokolyó, mit ábrázol majd a képed? Barátokat! Milyen remek ötlet! Lefested a barátaidat! Kit festesz le? Látsz itt valakit a közelben? Tudna valaki segíteni Pokolyónak? Szerintetek kit fessel le? Lulát! Lulát! Milyen jó ötlet! Szerintem Lula tökéletes modell lesz. Nem mozog. Igen, ez a szín Lula színe.
Lula, Lula! Hát semmi baj, Pokolyó. Majd lefested egy másik barátodat. Pokolyó lefesti Ellie-t. Tyha, Ellie szerintem nagyon csinos leszel a festményen. Ellie! Kérlek! Ne mozog! Sajnos Ellie túlságosan izgága, így nem lehet megfesteni a portréját. De biztos találsz valakit, akit lefesthetsz. Pokolyó lefesti Pátót. Ez egy érdekes póz. Na, ebből tényleg különleges festmény lesz. Ajaj. Ó, szegény Pato. Pedig nagyon igyekezett nyugton maradni. Pokolyó, hová mész? Mi a baj? Értem. Nem vagy elégedett azzal, ahogy a dolgok alakultak. De Pokolyó, nézzük csak meg egy kicsit a festményedet. Nem! Aj, kérlek, Pokolyó, csak hadd pillancsak rá. Nem. Ti talán tudtok segíteni. Kérjétek meg Pokolyót, hogy mutassa meg a festményét. Talán, ha érzi, mennyire szeretnétek megnézni, akkor megmutatja. Rajta, kérjétek meg. Pokolyó, hadd nézzük meg a képedet. Légy szíves. Tűha, hiszen ez csodálatos, Pokolyó. Nézzétek! Rajta van Lula narancs színe, Ellie rózsaszínje és egy pátóforma különleges alakzat. Látjátok? Hidd el, Pokolyó, csodálatos művész vagy. Szerencsések a barátaid, hogy egy ilyen nagyszerű festmény készült róluk. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Ki mit tud? Á, nézzétek, itt van Valentina. Ahó, Valentina! Hová mész? Á, ahó mindenki! Ahó! Ahó! Ohohoho! Most komolyan! Te jó ég! De furcsán viselkedtél! Mi ez a nagy izgalom? Ki mit tud? Á, ki mit tudott rendeztek? Nagyon izgalmas! Ki lesz az első? Á, Ellie! Csodálatos! Ellie balett karatét mutat be.
Ütős! Tapsoljuk meg Elit! Igen! Hurrá, éljen! Most te következel, Szundi madárka. Azt mondod, ezt egyedül csináltad, Szundi madárka? És hogy már alig bírsz magaddal? Akkor nyomás! Hűha! Plusz pontok! Micsoda rendkívüli tehetség! Minden rendben, Valentina? Igen, igen! Folytassuk a műsort! Bálna! Bálna következik? Igen, de hol van Bálna? Bálna? Ez gyönyörű volt, Bálna. Nagyon szép volt. Tapsoljuk meg Bálnát. Hurrá! Azt hiszem, Pato előad nekünk valamit. Utánozni fog mindenféle dolgokat. Érdekes. Pingpongasztal! Ügyes vagy, Pato. Virágok. Nagyon szépek. Ventillátor? Hű, de hűsítő! Hinta? Elképesztő! Találjuk ki, mi leszel most? Rendben. Mit gondoltok? Mit utánoz, Pato? Órát! Patóból óra lett! Pato, most egy óra! Úgy bizony, igazatok van! Óra lett! Még egy utolsó? Rendben. Most jön a legnagyobb attrakció. Tyű, egy autó, ami az úton száguldozik. Zseniális. Tapsoljuk meg Patót. Ez az, hurrá! Jól van, Pato, ez elképesztő volt. Valentina, te következel. Azt hiszem, Valentina azt szeretné, ha inkább te folytatnád, Pokolyó. Rendben? Rendben. Olvassam fel, Pokolyó. Írtál egy mesét? Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy nagyon pici kis szúnyog. Pici szúnyog. Aki egy hatalmas várban élt. Óriási várban. De nagyon magányos volt abban a hatalmas várban. Zim, de magányos vagyok. Egyszer csak kitalálta, hogy mulatságot rendez. Mulatság! Szólt a barátjának, Pablónak, Márkusznak a teherautónak, és Mártának a hegynek. A kis szúnyog motorra ült, hogy megkeresse a barátait, de... Bum! Eldőlt. De semmi baj, volt rajta bukós isak. Vége! Hű-hű, tapsoljuk meg! Valentina? Hová mész? Most te jössz! Elrepül! Ugyan, Valentina, próbáld meg! Nagyszerű leszel! És különben is csak játék az egész. Kérjük meg együtt Valentinát, hogy próbálja meg, jó? Próbáld meg, Valentina! Gyerünk! Kíváncsiak vagyunk, mit csinálsz? Igen, mutasd meg, mit tudsz! Víziló? Ez jól kezdődik. Komolyan? Valentina azt mondja, hogy a vízilónak nagy a teste és növényeket eszik. Emlős állat Afrikában a Szahara sivataktól délre él. Érdekes. És a nap nagy részét a vízben tölti, vízi növényeket eszik, éjszaka a partra is kimászik legelni. Na, ehhez mit szóltok? Hip-hip, hurrá! Gyerekek, tapsoljuk meg Valentinát és a többi tehetséges fellépőt! Igen, igen!
jók vagytok! Pápa, nem sokára találkozunk! Viziló! Pokolyó! Bátó festményei. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho! Ellinél egy vödör van? Á, értem. Egy képen dolgozik. Elég furán fest. Mi az? Majom! Majom hangot hallasz? Megmondaná valaki Pokolyónak, hogy ez tényleg majom-e? Nem, ez nem majom! Ez szundi madárka! Úgy bizony, ez nem majom, hanem szundi madárka. És nézzétek, ő is fest. Kitűnő. Tyha! És polip is egy festményt készít. Mit festesz? Ó, még nem tudod. Értem. Pato, te nem festesz valamit? Talán igen, talán nem. Úgy látszik, Pátó nem tartja jó játéknak a festést. Aha, ideje megrendezni a nagy kiállítást. Szundi madárka már hozza is a finomságokat. Nyam, de jó. Tű, itt van Eli festménye. Szerinted milyen Pokolyó? Gyönyörű! Nagyon erős! Ha, ez meg biztos szundi madárka festménye. Mi az, Pokolyó? Azon gondolkozol, milyen szavak illenek a leginkább ehhez a képhez? Hát persze. Vibrál, életerős, lendületes. Vigyázz, szumbi madárka! Ne izgasd fel magad túlságosan! Á, itt van polip műalkotása. Pokolyó arra kíváncsi, hogy mi akar ez lenni, polip. Á, de értem, igen, igen, igen. Aha, persze. Azt mondja, hogy irka-firka. Ez pedig szundi madár festménye. Mit gondolsz, Pokolyó? Őszinte, igaz? Alvú. Pato, végül mégis úgy döntöttél, hogy festesz valamit? Megnézhetjük. De mi? Pato, ezt te festetted? Hogy több is van? Tűha! És van még? Hadd nézzük! Ezeket mind te festetted? Csodálatosak! Festenél most nekünk is egyet? Kérlek, Pátó, annyira szeretnénk nézni munka közben. Ugye ti is szeretnétek látni, hogyan fest Pátó? Igen! Fess egy képet, Pátó! Nincs hozzá megfelelő anyagod? Az nem gond. Parancsolj, egy szép fehér vászon. Szomjas vagy? Parancsolj! Jól van, Pato. Készen állunk. Kápráztass el minket. Ajaj! Pato, nem te festetted azokat a képeket, ugye? Jól van. Elmondom most, mit csinálunk.
Először is visszavisszük a képeket oda, ahonnan hoztad őket. Nagyszerű. Itt egy szép üres vászon. Próbáld meg. Jól van, nem szeretsz festeni. Akkor mit szeretsz? A virágokat. Igazad van, csoda szépek. Mi lenne, ha lefestenéd őket? Nem? De hát nincs mitől félned. Nézd, Pokolyó rajzolt egy gyönyörű virágot. Pato, ez az! Festettél egy igazi festményt! Méghozzá egy kitűnő képet. Ez csodálatos! Ugye örülsz, hogy megpróbáltad? Éljen, Pato! És éljen, hogy belevágunk az új dolgokba is! Pápá, nem sokára találkozunk! Gyerünk, Pokolyó! Művészet. Ha-hó, Pokolyó! Ha-hó! Mik az okot nálad? Ecset, paletta. Á, értem már, festesz. Tű, de gyönyörű festmény. Szia, Eli. Mit csinálsz? Fotózol? Jaj, de jó. Ahó, Szundi madárka és Valentina. Mit csináltok? Szobrot készítetek? Csodálatos! És most csendes pihenő Szundi madárral. Ahó, Pokolyó! Fényképezőgép? Fényképezőgép! Ecset? Ecset! Paletta? Most, Pokolyó? Paletta? Pápa? Paletta! Hát, jó ét! Ahó, Pato! Nézd, ez itt egy múzeum. Megmondanátok Pátónak, mi ez? Szobor! Úgy bizony, szobor. Nem tetszik? Ajjaj. Megmondanátok Pátónak, mi ez? Nem tetszik a festmény? Megmondanátok Pátónak, mik ezek? Fotók! Fotók. Nem tetszik sem a szobor, sem a festmény, de még a fotók sem. Állatos összekötősdi. Ó, Pokolyó!
Á, értem. Most csak a képre figyelsz. Tudod, mi ez? Kössük össze a pontokat, hogy kész legyen a rajz. Na és most, Pokolyó, most már tudod, milyen állat ez? Nem? Kössünk össze még több pontot. Most már tudod, milyen állat ez, Pokolyó? Megmondanátok Pokolyónak, mi ez? Ez egy kenguru! 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 Pátó, szerintem megbántottad a barátaidat. Mutasd meg nekik te, hogy kell csinálni. Mit mondasz, Pátó? Hogy nehéz? Eli szerint csodálatos a festményed, Pátó. Mindannyian tehetségesek vagytok, hurrá! Énekeljünk! Iskolába megy. Ahó, Eli! Ahó, Valentina és Szundi madárka! Mik azok? Iskolatáskák? Értem! Iskolásat játszotok! De jó! Nagyon szeretem az iskolát! Eli azt kérdezi, van-e füzetetek? Füzetek! Remek! És ceruzátok? Igen, ceruzátok is van! Ahó, fiú! Eli azt kérdezi, akartok-e iskolásat játszani? Labda! Hát jó. A Mars Fivérek műsora. Számítógép. Bőrönd. Bőrönd, 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 bőrönd. Bőrönd, ez egy bőrönd. Könyv. Ez egy könyv!
Pokolyó, Pátó, biztos nem akartok iskolásat játszani? Mi ez? Mese? Jaj, de jó! Játék! Formálósdi. Kör. Kör. Téglalap. Téglalap. Háromszög. Háromszög. Kör, téglalap, háromszög. Mi ez, Pokolyó? Óra. Értem. Összeraktál egy órát körökből, téglalapokból és háromszögekből. Fagyi. Ez egy fagyi. Elmondanátok, miből áll? Mik ezek? Körök. És ezek? Téglalapok. Na és ezek? Háromszögek. De fincsi. Kör, téglalap, háromszög. Nézzétek, ceruzájuk is van, és rajzolnak. Eli szerint így nem mehetsz iskolába. Ahhoz még kell pár dolog. Megmondanátok, mik ezek? Iskolatáskák! Na és mik ezek? Füzetek! Na és ezek? Ceruzák! Ezek ceruzák! Úgy bizony! Most már mindenki játszhat iskolásat. De jó! Énekeljük. Let's go to school and bring a backpack. Let's go to school and bring a notebook. Let's go to school. Don't forget a pencil. Let's go to school to learn today. Happy Jack. A világ színező. Á, itt van, Pokolyó. Ahó! Ha-ha! Tűha, milyen szép játékok. És milyen szép színesek. Mi az, Pokolyó? Látsz valamit? Köszönöm.
a mindenit, mit találtál, Pokolyó? Érdekesnek látszik. Gombokat. Jó, miért is ne? Próbáld ki. Nyomj meg egy gombot. Meglátjuk, mi történik. Oda süss! Pirossá változott a vonatod. Oda süss! Hű, vajon mitől változnak meg a színek? Te tudod, Pokolyó? Segítene valaki Pokolyónak? Szerintetek mivel változtatja meg a dolgok színét? A gomnyomkodással! Úgy bizony! Azt hiszem, igazatok van. Pokolyó megnyomja a gombokat a játékon, és a színek megváltoznak. Pokolyó, most próbálj egy másik gombot megnyomni. Igen, tényleg a játék az. Az változtatja meg a dolgok színét. Csodálatos! Ho-ho, az összes kocka piros lett. A rádió is új színt kapott. Hűha! Pato, vigyázz! Ajaj! Ajaj! Hoppá! Színek! Ajajajaj, csak óvatosan, Pokolyó! Pokolyó! Élvezed a színváltogatást? Igen, és mit gondolsz, a többiek is élvezik? Tényleg? Visszaváltoztatnál mindent olyanná, amilyen volt? Szerintem biztos, hogy menni fog. Csak azt kell tudnunk, hogy ki milyen színű pontosan. Tudna valaki segíteni Pokolyónak? Kiáltsatok egy nagyot, amikor Pokolyó eltalálja a helyes színt. Kezdheted, Pokolyó, vegyük végig a színeket. Először is, Pato, milyen színű? Rózsaszín? Nem! Kék? Nem! Sárga? Igen! Pato, sárga! Jól van. Lássuk csak, ki van még. Ó, igen, Eli. Na, nézzük. Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy Eli milyen színű szokott lenni? Sárga? Nem! Kék? Nem! Eli rózsaszín! Igen, hát persze, hogy rózsaszín.
Szerintem most már minden rendben van. Mi van, Pato? Mi a baj? Ajaj. Pato sapkája még mindig más színű. Látod, Pokolyó? Ügyes vagy, Pokolyó! Ügyesek vagytok mindannyian. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Gyerünk, Pokolyó! Színek. Ha-hó, Pokolyó! Ha-hó! Csí! Építőkockák. De jó! Mi ez? Barát! Új barátokat találtál? Mennyire színesek? Van egy kék, és egy sárga, és egy zöld, és egy piros. Barátok! Várj, Pato, várj! Értem, megmutatott Patónak. Barátok! Hová tűntek? Pato professzor! Osztály, figyelem! Ma újra részt vehetünk Pato professzor óráján. Pato professzor azt mondja, amikor egyszerre süt a nap és esik az eső, valami csodás dolgot láthatunk. Szivárványt! Jaj, de szép! Szivárvány! Okos vagy, Valentina! Szundi madárka, megmondanád, mi ez? Segítenétek Szundi madárkának? Szivárvány! Ez egy szivárvány! Úgy látom, a haragos űrlény mondani szeretne valamit. Szivárvány! Nagyszerű! Ma megtanultuk, mi a szivárvány. Pato professzor előadását hallottátok. Barátok! 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 Még nem találtad meg a barátaidat, Pokolyó? Ott az egyik! Ott hátul! Megmondanátok Pokolyónak, hogy milyen színűt keressen? Sárgát! Sárgát keressen! Sárga! Ott is van egy! Az milyen színű? Az kék! És ez milyen színű? Zöld! Ez a zöld! És most milyen színűt keressen, Pokolyó? Pirosat! A pirosat! A pirosat! Számolós dél. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ideje ebédelni egy jót. Úgy látom, Pato már tudja, mit rendel. Egy narancsot. Nagyszerű. Egy narancs. Ajaj. Akkor mit szólnál inkább egy szelet görögdinnyéhez? Egy szelet görögdinnye. Egy szelet görögdinnye. Yeah.
Jaj, szegény Pátó. Megmondanátok Pátónak, hány szív van itt? Egy! Egy szív! Úgy bizony, egy. Nézd, Pátó, ők Pokolyó új barátai. Tori, Tori! Csodálatos, mennyire színesek a barátai Pokolyó. Énekeljünk! Piros, kék, sárga, zöld. Színek, színek, piros, piros, kék, kék, sárga, sárga, zöld, zöld, piros, piros, kék, kék, sárga, sárga, zöld, zöld. Piros, kék, kék, sárga, zöld, szivárvány. Pokolyó! Pokolyó léggömbje. Nézzétek, itt jön Pokolyó. Megmondanátok, hogy mit hoz? Egy léggömböt! Úgy bizony, léggömböt. Méghozzá egy gyönyörű léggömböt. Oh.
Megmondanátok Pátónak, hogy mi bántja Pokolyót? Nem. Elvesztette a Luffyját! Elszállt a léggömbje. Tyű, nézd csak, Pokolyó! Nem, Pokolyói! Lássuk csak, jól értem. Addig nem játszol egyik barátoddal sem, amíg vissza nem jön a Luffyd. Szóval, ha a Luffyd nem jön vissza, akkor soha többé nem fogsz játszani. De vannak dolgok, mint például az elveszett léggömbök, amik egyszerűen nem jönnek vissza. És ezen senki sem tud változtatni. Értem. De Pokolyó, senki sem akadályozza meg, hogy játssz a barátaiddal. Neked kell úgy döntened, hogy újra vidám leszel. Hurrá! Barátom! Na, így már sokkal jobb. Éljen, Pokolyó! És éljen, hogy vannak barátaink, akiket nem fúj el a szél. Pápá, nem sokára találkozunk. Fessünk Pokolyóval. Hoho, Pátó! Egy ecset. Szóval festesz. Remek. Pokolyónak zsírkrétája van. És neked, Eli? Ceruzád? Nagyszerű. Gyümölcs? Á, értem. Csendéletet festetek. Csodálatos. Hoho, Szundi madárka. Megmondanátok Szundi madárkának, mi van Eli kezében? Ceruza! Úgy bizony, ceruza. Eli ceruzával rajzol. És az mi? Ecset! Úgy bizony. Pátónak ecsete van. És Pokolyó, ő mivel dolgozik? Nagyon jó. Pokolyó zsírkrétával dolgozik. Szundi madárka szeretne rajta lenni a képen. Gyönyörű. A Mars Fivérek műsora. Jegyzetfüzet. Paletta. Paletta, 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 paletta.
hátizsák. Öt eper. Egy... Ügyes vagy, Pokolyó. Ajaj. Hí! Milyen gyönyörű rajz, Eli. Csia. Szundi madárka, nem illik megenni a csendéletet. Polimonya! 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 És most következzék a Polip mondja. Ez egy remek játék, az a lényeg, hogy mindenki feláll és azt csinálja, amit Polip mond. Polip mondja. Pörögjetek! Ez az, körbe-körbe pörögjön mindenki. Pörögni jó! Polip mondja. Ne vessetek! Rajta, ne vessetek! Ez az! Ne vessetek, nevetni jó! Polip mondja, lépegessetek! Lépegessetek, mindenki lépegessen! Úgyni! Polip mondja, ennyi volt! Ó, Szundi madárka, nincs olyan nagy baj! Mi ez? Nézd a barátaid képeit! Az egyik ceruzával készült, ez a gyönyörű zsírkrétával, és ezt a csodaszép festményt ecsettel készítették. Szerintem Szumbi madárkának nagyon tetszenek a képek. Hurrá! Énekeljünk! Yes, I like to paint something nice, something beautiful. I paint with my friends, each of us in a different way. You can use the palette and the paintbrush, the pencil, or maybe you prefer the crayons. Etche! Ceruza, zsírkréta, füzet, hátizsák. You can use the palette and the paintbrush, the pencil, or maybe you prefer the crayons. Arcfestés. Hahó, Eli, mi az? Tű, egy új baba. Ez gyönyörű. Itt van Pátó és Pokolyó. Festenek. Eli azt mondja, fessétek le a babáját. Tökéletes.
Van egy orra, szeme, két szeme, füle, két füle, és egy szája. Jól van, kezdjetek festeni. A Mars Fivérek műsora. Ceruza. Zsírkréták. Zsírkréták, 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 zsírkréták. Zsírkréták! Ezek zsírkréták! Ecset. Ecset, ecset, ecset. Egy ecset! Na jó, Eli látni szeretné a festményeiteket. Megmondanátok, mi ez? Ez egy orr! Ez egy orr, úgy bizony. Megmondanátok, mik ezek? Szemek! Két szem! Szemek! Szegény Eli! Eli! Megmondanátok, mi ez? Egy száj! Igen, egy száj! Ezek mik? Fülek! Két fül! Fülek! Eli nem valami elégedett. Színkerék. Üdvözlök mindenkit a játékban! A mai színünk a... barna! Keressetek valami barnát! Lássuk, mit találtok! Van, hadd nézzem a képeiteket. Egy barna láda. Egy barna ecset. Egy barna ajtó. Jó, keressetek még barna dolgokat. Egy barna bőrönd. Pompás. Egy barna szék. Nagyszerű. És ez, tudjátok mi ez? Egy barna. Egy barna maci, nagyon jó! Éljen a barna! Szegény Eli. Szóval újra megpróbáljátok. Ez egy hatalmas festmény, ami a babádról készül. Csodálatos! Énekeljünk! If we have just a pair of eyes, it's not a face. If we have just a pair of ears, it's not a face.
If we have just a giant nose, it's not a face. If we have just a giant mouth, it's not a face. But if we have two ears and just one nose, and if we also have two eyes and just one mouth, then we have all the things that make a face. All the things that make a face. We have all the things that make a face. Sam! Or! But if we have two ears and just one nose, and if we also have two eyes and just one mouth, then we have all the things that make a face. All the things that make a face. We have all the things that make a face. Magyar hangok. Galambos Péter. Kis Vidadorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Tóth Márk, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.